Kérlek, légy velem őszinte, mutasd meg, mi lakik a szívem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Katica vagyok, ez pedig itt a Csak őszintén Katicával, és mai vendégem pedig Peller Károly, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat, és téged is. Nagyon jó, hogy eljöttél hozzám, és végre tudunk beszélgetni. Hát köszi a meghívást. Sok minden érdekel veled kapcsolatban, például a gyerekkorod. Az, ami egy rejtély számomra, hogy jutottál el idáig, hogy indult a zene szeretete, hogy lett Peller Károlyból az, aki... Én tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy tök uncsi gyerekkorom volt, mert mint hogy teli volt izgalmakkal, csak hogy nem volt ilyen, tehát hogy én nem voltam rossz gyerek, tehát nekem nincsenek ilyen nagy csintevéseim, ilyen történetek nincsenek. A húgom megtanult járni, aztán rögtön utána megtanult biciklizni, és soha többet nem láttuk. Én meg ilyen otthonülős voltam, én két kavicssal, két plüss állattal, tehát én bármivel lejátszottam. Aztán később jött így a járművek szeretete, ez elsősorban a tömegközlekedési járművekre vonatkozott, abból is azokra, amik sinem vannak inkább. És akkor villamosost játszottam a kertben nagyon sokat, így különböző útvonalak voltak, 13-as, meg 13-as A, ami nem végig közlekedett, és akkor volt Rózsabokor utca, meg nem tudom én, Vízcsap, érvek, szóval így elneveztem a kertbe mindent valamilyen megállónak, és akkor én ebben játszottam el egész gyerekkoromban. Mondhatni, hogy a kiskarcsika villamosvezető akart lenni? Igen, volt egy időszak, amikor határozottan villamosvezető akartam lenni, abszolút, tényleg. Na de hát azért ez nem köszön vissza, hiszen azért teljesen más pályát választottál. Hát aztán még egy csomó minden volt, állatorvos is akartam lenni, de mert nagyon szeretem az állatokat, de rájöttem, hogy egyáltalán nem bírom az injekciós tűt, meg a vért, úgyhogy ez elég hamar. Akkor nem ütötted meg a család kutyáját, mondasz. Nem, az semmiképpen. Nem, aztán mi is akartam még lenni, egy csomó minden. Nagyon érdekelt a cukrászat, az végül is az általános iskola után ezért vendéglátóipariba is mentem, bár akkor már tudtam, hogy a színház érdekel igazából, de az anyuéknak volt egy ilyen kérése, hogy legyen valami polgári szakma is a kezembe. Istenem, és... el fogom neked mondani, hogy ez miért... Nagyon hasonlít az én életutamra. Na de ne haragudj, hogy félbeszakítottál. De én nem bánom egyébként. A Gundel Károly vendéglátóipari szakközépiskolába végeztem, és egy csomó mindent megtanultam, meg nagyon sok mindent nem persze, mert akkor már tényleg a színház volt az életem része, és inkább abban foglalkoztam. És akkor ezután történt az, hogy át is? Igazából már közben, mert olyan 7.-8. koromban elkezdtem járni a Ferencvárosi Musical Stúdióba, ahol tanított többek között Megyesi Mária, aki egyébként tanított az Operett Színház színészképző iskolájába is. Oh. És akkor mi jártunk vizsgálódásokat nézni, és akkor a Marika néni mondta egyszer, hogy van felvételi a stúdióba bárkinek, aki 17 éves múlt. Én meg 16 voltam akkor éppen. Uh-huh. De úgy voltam vele, hogy egy életem el, egy halálom elmegyek, megpróbálom, és mert pont ugyanabban a rendszerrel egy ilyen többfordulós felvételi volt, mint a Színművészeti Egyetemen, illetve hát akkor még főiskola volt. És akkor gondoltam, hogy legalább, ha nem is vesznek föl, legalább fölkészülök, meg látom, hogy működik egy ilyen, meg úgyis meg kell tanulni akkor azt a 15 verset, 5 monológot, 10 dalt. És akkor elmentem erre a felvételire, ahol 300 emberből tovább juttattak 30-at, és én is köztük voltam. És aztán a nagy forduló az Operett Színház nagy színpadán volt, és ott ült a teljes vezérkar, Maklári László karmester úr, Szinetár Miklós volt akkor az Operett Színház igazgatója, ő is ott volt, meg hát nyilván az összes tanár. Végül 14 emberre mondták azt, hogy ők kellenek, és én is köztük voltam. Nem mondod. De aztán elkezdtek tanácskozni rajtam, hogy hát nem ütöm meg az alsó korhatárt. Akkor volt, aki azt mondta, de hát olyan tehetséges, meg amúgy se indítsunk 13 emberrel le osztályt, mert szerencsétlen szám, és akkor ott vitatkoztak a tanárok, majd Szinetár Miklós rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy vegyük föl, bár jobb lenne, ha előbb kijárná az óvodát.
És akkor így lettem az Operett Színház stúdiósa 16 évesen, és 19 évesen végeztem, és akkor már egy másik igazgatónk volt, Halas Imre, aki megnézett egy vizsgaelőadásba, egyébként a Szenti Szilvivel, és le is szerződtetett. Úgyhogy pont most augusztus 1-én volt, hogy 25 éve aláírtuk a szerződésünket az Operett Színházban. Hát igen, hát ez csak gratulálni tudok neked. És akkor mondhatni, hogy itt kóstoltál bele először, és magával is ragadott, magába színpadot. Hát igazából már a Ferencvárosi Musical Stúdióba belekóstoltam a színház világába, de ott elsősorban musicalekkel, és az utolsó évben jöttek az operettek így az életembe bele. És aztán hát az Opera Stúdióban meg egyértelmű volt, hogy az operett az én utam, meg hogy táncos komikus leszek. És mivel válik ez egyértelművé? Milyen út vezet ideig, amíg kiderül valaki számára, hogy musical hát vagy operett? Ez igazából, aki, mert sok mindenkit kell terelgetni, de van, aki észreveszi, hogy mi az, ami jól áll neki, vagy mi az, ami kényelmes. Meg nagyon sok függ a tanároktól, hogy merre terelgetnek. És nekem nagyon jó mestereim voltak. És egyszerűen így én önazonosnak találtam magam az operettben, és mivel én nem vagyok tenorista, hanem inkább magas bariton, ezért egyértelmű volt, hogy táncos komikusság. Ráadásul nagyon szerettem táncolni, meg hogy ilyen vicces, mosolygós fiú vagyok, az inkább a táncos komikus. És mennyire múlik ez a hangi adottságokon egyébként? Vagy hát ez abszolút tanulható? Sok múlik az adottságokon, hiszen mondjuk Bon Vivánnak, tenoristának születni kell. Tehát, hogy azt vagy el tudja valaki énekelni, vágyom egy nő utánt, vagy nem. És ha nem, akkor nem lehetsz Bon Viván. Akkor magyarán mondva ez is adott volt neked, a hangi adottságok is hozzásegítettek ehhez. Igen. És akkor Kacsikából nem lett, ugye, villamosvezető, nem. Viszont lett egy, mondhatni, egy szakmai előélete, ami vitt téged tovább. És ezután én olvastam, hogy, mert azért próbáltam belőle felkészülni egy kicsit, olvastam, hogy például szakdolgozatot is írtál. Igen. Nem tudom pontosan a címét, hogy kiből válhat primadonna? Primadonnának születni kell-e. Primadonnának születni kell-e. Igen, a Színművészeti Egyetem drámainstruktor színjátékos szakán, illetve ez már második diplomám volt, mert előtte a Kodolányin egy kommunikáció és média tudomány diplomát szereztem, ott az Operett Színház külső kommunikációjáról írtam egy szakdolgozatot, aztán jött ez a primadonnának születni kell-e. Ez valójában abban foglalkozott, hogy egyrészt milyen az operett oktatás a művészeti egyetemeken, beleértve itt a Zeneművészeti Egyetemet és a Színművészeti Egyetemet, valamint, hogy ezekre a szerepkörökre, az operett szerepkörökre tényleg születni kell-e, vagy ez csak megtanulható dolgok. Na hát innen szeretném folytatni, ezt egy kicsit jobban szeretném kifejteni ezt a kérdéskört, de előtte menjünk el egy kicsit zenélni. Mi lesz az első dal, amit ma hoztál nekünk? Hát ha lehet, akkor ha már így a nagy operetterekről beszéltünk, akkor legyen a Jaj, cica, eszem azt a csöbb kis szád a Csárdás királynőből. Ez nagyon-nagyon szuper dal lesz nekünk. Tőlem pedig a Húz a cigány című dalomat fogjátok hallani. Jó szórakozást hozzá, ne menjetek messzire, mert már is jövünk vissza ide a stúdióba. Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy száz lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele, s hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött egy, csak egy még, és a szívem új fent ég, mert jaj, cica, eszem azt a csöbb kis szád, nélküled még a mennyország is fát. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöbb kis szád, nélküled még a mennyország is fát. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenj be, érted, kiugrom, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ezzel minden rendbe jön, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez se ment, jaj, de bús rege,
mert egész asszony regement jár szívembe be. Erről már le nem szokom, nők fülébe csak súgom, hogy jaj, cica, eszem azt a csöp kis szád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöp kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenybe, érted, kiugrom cicát. Jaj, cica, eszem azt a csöp kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenybe, érted, kiugrom cicát. És a rövid szünet után már is itt vagyunk a stúdióban újra, a vendégem pedig Peller Károly, hiszen akik velünk tartottak, azok tudhatják, hogy mikről is beszélgettünk, és ott tartottunk a szakdolgozatodnál, aminek a címe, ha kisegítesz... Primadonnának születni kell-e. Így van is. Most itt a szünetben meg is beszéltük, hogy nem sikerült megjegyeznem a címét, de viszont nagyon felfigyeltem rá, hiszen azt taglalod benne, hogy... tanulható-e ez a szakma. És ha jól tudom, te tanár vagy. Igen. Tanítod is. Igen, az operett műfajt, ezt a mesterséget? A színészmesterséget elsősorban. A színészmesterséget. Néha kis táncot, de
inkább a színészmesterség. Na és akkor mesélj, hogy tanulható ez a szakma? Igazából ugye csomó minden megtanulható a zenés színházból, vagy a zenés színészetből. Meg lehet tanulni táncolni, meg lehet tanulni énekelni, meg lehet tanulni játszani a színészi fortéjukat, ellesni, de én azt gondolom, hogy az operetre születni kell. Tehát ott van egy olyan plusz, amit nem lehet megtanulni, hanem olyannak kell lenni. Ezt legegyszerűbben úgy szoktam elmondani a növendékeimnek is, ha bejön egy nő a színpadra, aki annyira csodálatos és annyira gyönyörű, hogy igazából nem mernél oda menni hozzá megszólítani, az a primadonna. Bejön egy másik nő, aki ilyen cuki, össze lehetne puszilgatni, meg megfogdosni, az a szubrett. És ugyanez van a férfiakban, a Bon Vivant-nál és a táncos komikusnál. És ezt nem lehet megtanulni. Az operettekben nincs idő arra, hogy ki legyen bontva, vagy egy karakter miért olyan. Egyszerűen be kell jönni, és olyannak kell lenni. Tehát, hogy a primadonnának a nőiesség minden csimboraszóját sugároznia kell magából. A szubretnek meg ezt a cukiságot ösztönösen benne kell lenni. Tehát, hogy érted, meglátod az Oswald Marikát, jó, hogy ma már komika, de amikor még szubret volt, szóval, hogy nem mondanád rá, hogy primadonna, hogy ő az első nő, hanem ő az a cuki, az a meg kell zabálni. És akkor ezt próbálod átadni a tanítványaidnak is. Milyen a kapcsolatod a tanítványaiddal? Én azt hiszem, hogy nagyon jó. Én nagyon szeretem a fiatalokat, nagyon szeretem a fiatalságot. Rengeteget tanulok tőlük, rengeteget tanulok a tanításból, és megpróbálok terelgetni, tehát hogy úgy próbálok meg tanítani, hogy terelem őket az út felé, és nem megmondom, hogy ezt kell csinálni, vagy ilyennek kell lenni, vagy nem tudom én, hanem az ő személyiségből fakadóan próbálom terelgetni őket, hogy rájöjjenek, hogy merre van a jó irány. Akkor de nem vagy ez a nagyon szigorú tanár. Pedig azt mondják, hogy a színészethez kell egy bizonyos szigor és fegyelem. Igazából szigorú se vagyok, hanem ha például már a harmadik próbára valaki nem tudja a szöveget, akkor már így megjegyzem, hogy azért szerintem sokkal könnyebb lenne neked is, hogyha tudnád a szöveget. És akkor szerintem, aki szorgalmas, meg akarja ezt a pályát, az mondjuk, aki nagyon akarja, az eleve tudja a szöveget már az első próbára, de aki tényleg szeretné ezt csinálni, ez meghallja ebben a mondatban azt, hogy tényleg jobb lenne, ha tudná. Volt már olyan esetleg, hogy olyan tanítványod volt, akin érezted, hogy belőle nem lesz semmi? Volt. Meg volt olyan is, az nagyon nehéz, amikor bizonytalan vagyok én is, hogy csak én látok bele valamit, ami lehet, hogy nincs is benne, mert ugye a tehetség mindenkinek más tetszik, tehát ez annyira szubjektív. Nyilván vannak objektív dolgok is, főleg a zenés színházban, hogy valaki el tud-e énekelni valamit, vagy nem, vagy tud-e mozogni, vagy nem. Nyilván színészetben is vannak objektív dolgok, hogy valaki át tud-e érezni, meg át tud-e adni, és aztán már a néző, ahogy a néző is, ugye például egy rendező vagy színházigazgatónak is van, akinek szimpatikus a játéka, vagy tehetségesnek tartja a másikat, meg nem tartja tehetségesnek, és egy másik színházigazgató meg azt tartja a legtehetségesebbnek, tehát hogy ez ugye nagyon szubjektív szakma. Nem biztos, hogy szerencsés dolog az, hogyha te egy személyben döntöd el, igen. Hogy esetleg az az adott személy alkalmas-e igen. erre? Meg hát az is nagyon nehéz, hogyha látod, hogy valaki nagyon szeretné, te bizonytalan vagy benne, de hogy tudod megkímélni a későbbi csalódásoktól? Tehát, hogy nagyon nagy ez a szakma, mármint, hogy sokan vagyunk, és nagyon sok olyan tehetséges embert is láttam elkalódni, akinek tényleg a színpadon lenne szerintem a helye, csak egyszerűen nem jut oda, mert van, aki ügyesebb, van, aki ismertebb, és aztán végül nagyon tehetséges emberek elmennek könyvelőnek, meg nem tudom, ilyen árufeltöltőnek, és a szomorú látni sokszor. És a kevésbé tehetségesebbek pedig megmaradnak? Van olyan is, aki... Azt szoktam mondani, hogy ennek a pályának nagy része szorgalom, nagyon nagy része szerencse, és nagyon kis része a tehetség. És hogyha úgy adódik a helyzet, te megmered mondani a véleményedet? Kimered nyilvánítani? Nagyon nehéz volt ezt megtanulni például.
most már azt hiszem 10 éve tanítok az országos musical és operett kurzuson Szabó Szilvia mellett, aki kitalált ezt az egészet, és ott mindig van egy énekverseny is tavasz környékén, és meghívott oda Szilvia zsűrizni, és nagyon nehéz volt egyrészt megmondani fiataloknak, hogy te nem vagy benne az első háromban, meg nem tudom én. Ennél sokkal nehezebb a szülőkkel beszélgetni, akik oda jönnek utána, hogy miért nem az én lányom nyert? És hát ez nagyon nehéz volt megtanulni, hogy ugye én amúgy sem szeretek konfliktusba kerülni senkivel, tehát én konfliktus kerülő vagyok, meg nem szeretek megbántani embereket. De aztán rájöttem, meg a nagyon jó énektanárom van, Kéringer László, aki ilyen nagyon egyenes, ő pacekban megmondja mindenkinek a véleményét, és akkor tőle tanultam egy kicsit meg ezt, hogy meg kell mondani, mert boldogtalan embereket tudunk otthagyni az életben, ha hitegetjük valamivel, ami neki nem is fog összejönni. Úgyhogy megtanultam megmondani, hogy sajnos hallhatóan nincs jó füle a gyermekének, hogy valami mást kéne megpróbálni, amiben boldog tud lenni, mert ez egy olyan út, ami valószínűleg nem fog összejönni. Persze hát ettől függetlenül vannak a szülők, akik azt mondják, hogy hát szerintem pedig ő a legjobb. Sőt, a szomszéd is azt mondta, hogy ő a legjobb. És akkor tudod, ebben nem tudsz mit kezdeni, most már szoktam szemtelen lenni ebbe, és mondom, hogy akkor át kell menni a szomszédba, és ott énekeljen, ne egy ilyen versenyen. Vagy hát jönnek azok az énektanárja szerint nagyon jó. De hát azért ugye neked az a tisztában kell lenned, hogy te nem véletlenül te vagy ott, te vagy az, akinek el kell ezzel, ja, hiszen hát, te rengeteg mindent letettél az asztalra. De ez olyankor nem számít. Egy szülőnél ez nem számít, amikor az ő gyerek a legjobb. Ráadásul, ha van olyan pehes helyzet is, hogy mit tudom, volt egy kerületi énekverseny, ahol hárman indultak, és az ő kislánya lett az első, és itt meg van egy országos verseny, hogy tényleg nagyon jók szoktak jönni, és be se jut a döntőbe, akkor nyilvánvalólag föl van háborodva, hiszen azt látod, hogy az előző versenyen első lett a lányait, meg azok értettek hozzá, mi meg nem értünk hozzá. Tehát, hogy hát van ilyen, és akkor azt szoktam mondani, hogy akkor arra a versenyre kell elmenni. De azért ezeket te nem cipeled tovább. Azért le hát, tudod tenni. Le, mert van, hogy rágja az agyamat még egy pár napig, hogy nem voltam-e bántó, vagy nem láttam-e rosszul, és akkor rájövök, hogy nem, hát egyértelmű, ha valaki, tehát, hogy látszik, ha valakire rá van erőltetve, mert ja, az a legszörnyűbb, amikor a szülőnek a meg nem élt álmát nyomja a gyerekbe. És ebből a legrosszabb volt egy időben, szombaton vagy vasárnap, ez az Amerikában ez nagyon nagy divat, ez a mini szépség királynő, tudod, uh-huh, ahol ilyen uh-huh. kislányokat műfogsorral, kontaktlencse, 1 kiló vakolat, pótrész, és komolyan mondom, hogy ültem nyugalmasan szombaton délelőtt a kanapén, és ökölbe szorul a kezem. Hogy látszik a gyereken, hogy szeretne gyerek lenni, hogy játszani a többiekkel, és akkor oda megy az anyuka, és ráparancsol, hogy nem gyakoroltad ki eléggé, gyakorold még 10-szer. És pont beszélgetett egy másik kislánya, hogy jól érezték magukat, és akkor el kell mennie valami olyat csinálni, hogy ez neki semmi kedve nincs. Borzasztó. Sokszor gondolom látod ezt te látom, is a látom, való ilyen. Életben is, hogy nem biztos, hogy ez a gyerek álma, és ezt a gyerek akarja, hanem inkább... Volt egy olyan testközeli példa is, hogy van egy nagyon tehetséges kislány, aki tök ügyes, de én gyereksztárt akarnak belőle csinálni a szülei, és énektanárhoz járatják, már nem a saját hangján énekelt, tehát egy nagyon cuki kislány hangja volt, most meg egy ilyen csinált féloperás hangja van, ami már ráadásul vibrális, tehát nagyon megnyúltak a hangszalagjai, szerintem most 10 pár éves pillanatokon belül teljesen el fog menni szerintem a hangja. Amikor én próbáltam vele valamit, nagyon cuki megcsináltam, másnap bejött, és itt totál más csinált, és akkor mondom, de hát nem ezt beszéltük meg tegnap. Igen, de gyakoroltam anyuval otthon éjjel, egész éjjel, ráadásul nem tudom, hajnali egyig. De mondom, ne, tehát hogy azt csináljuk, amit én mondtam. Ezek nagyon elszomorító sorsok, de innen fogjuk folytatni, jó. Hiszen most megint elmegyünk zenélni.
mi lesz a második dal? Hát legyen most ez a Pest-Buda, Ó-Buda egyveleg, egy rakásra való jó kis budapesti nóta. Nagyon szuper, tőlem pedig a Házi Buli című dalt fogjátok hallani, és ne menjetek messzire, mert már is jövünk vissza a stúdióba. A várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigánya zenél, ha nem jön el szívembe fáj. De ott lesz ugyebár, ne sem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, icike mozi vár. Ezért hétrem a várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Mindig a Nemzeti előtt várom az édes kicsi nőt, a hirdetési oszlopot, egészen kiolvasom ott, míg várok. A nő halkan odaoson, gyalog jön vagy villamoson, a lovagjához odalép, egy randevú, de csodaszép. Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigánya zenél, ha nem jön el szívembe fáj. De ott lesz ugyebár, lesem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike mozi vár. Épp ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul. Ott, ahol most a hinta száll, Hírinének a szobra áll. Volt egy nagy-nagy öreg faház, s körülötte kis kocsma száz. Fejbe szállt a könnyű ital, s innen indult a nyári dal. Míg be se vitt hajnalba az alagút, másnapra mindenki így kért randevút. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után. Mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul. Jöjjön ki Óbudára egy jó túrós csuszára, a kerthelyiségben sramli szól, és ott lehet csak inni jól. Az abrosztarka barka, és rajta jó dorka, és már az első csók után meglátja, de jó lesz ki Óbudán. Jöjjön ki Óbudára egy jó túrós csuszára, a kerthelyiségben sramli szól, és ott lehet csak inni jól. Az abrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátja, de jó lesz ki Óbudán. Hajtottam magam, ebédet főztem, nem győztem. A szennyes talomban, mikor már végre, estére utolértem magam, a hangerőt becsavartam. Amikor becsendül a dalom, jó kedvem lesz nagyon, én nem akarok semmi más, csak énekelni neked, jól bulizni veled, mert nekem ez a boldogság. Nagyon I'm
váratlan, a konyha fogja a sorsa, hogy egyszóra pattan, de hogyha egyszer az ember ezt már megunja, a hangerőt becsavarja. Amikor becsendül a dalom, jó kedvem lesz nagyon, én nem akarok semmi más, csak énekelni neked, jól tulizni bele, mert nekem ez a boldogság. Nagyon jó a buli, lábam van a csugi, énekel a csubi-dubi. Ilyenkor nem tudom a bacsi, hagyj inkább egy puszi, induljon a házi buli. Itt vagyunk újra a stúdióba, a vendégem pedig Peller Károly, operett színművész, vagy színész. Van ennek külön neve? Operett színész? Szokták ezt mondani, de szerintem színész van, és akkor azon belül van, aki prózát játszik, van, aki zenéset, de én ha már meg szokták kérdezni, akkor én azt szoktam mostanában mondani, hogy színész-rendező, mert most már inkább rendezni szeretek jobban. Tényleg? Aha. És hogy jött ez az életedbe? Hát valahogy így a tanítással együtt, ahogy így az emberek ezt tanítani, és akkor vizsgálóadást rendezni, mindig is érdekelt, mert nagyon szeretem a színházat egészében. És a színészet ugye csak egy szelete. Rendezőként meg egy nagyon nagy réteget fogsz össze, nagyon sok embernek a munkáját fogod össze, és ez nekem az agyamat jobban kielégíti. És akkor, amikor ugye játszottál szerepekbe, vagy játszol szerepekbe, akkor így irigykedve nézted a rendezőt, és úgy gondoltad, hogy ez neked is menne? Hát nyilván volt bennem valamilyen naívság, igen. És erre is... Vagy bocsánat, amikor főleg rossz rendezőkkel dolgozol, és akkor Jézusom, miért nem látja, hogy mit kell mondani a kollégának, vagy most komolyan nem érzi, hogy itt ez nem fog működni? Tehát, hogy és akkor az ember rájön, hogy hát ha ő ott ülhet ezzel a tudással, akkor talán én is megpróbálhatom. Igen, mert hogy azért ti elég jól is ismeritek egymást, és azért igen. Ez fontos, hogy a színész, igen, aki játszik, ismerje. Ez szokott lenni egy ilyen nagy vita, hogy akik színészből lettek rendezők, hogy azok tényleg jók-e, mert hogy túl empatikusak a színészekkel, meg hogy a rendezőnek más a dolga, nem a színész lelki állapotával foglalkozni. Én meg valahogy abban hiszek, és azt elmondanám, hogy én nem gondolom magam a világ megváltó rendezőnek, tehát hogy nem én fogom itt a passzát szelet beindítani az új színházi formákkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy tisztességesen meg tudok csinálni egy előadást, ami szórakoztató, elgondolkodtató, mert ez is nagy szó néha, és én abban hiszek, hogy jó hangulatban lehet jó dolgokat létrehozni. Szóval én például a próbákra eleve mindig felkészültem megyek, hogy ne csuklóztassam a kollégáimat, csak azokat hívom be próbára, akinek dolga van, és megpróbálok jó hangulatban eltölteni egy próbaidőszakot. Tehát, hogy meg tényleg színészként ismerem magamat, meg a kollégáimat, tudom, hogy mik azok a
a dolgok, amihez minden színész nyúl, például a Böhm György, aki nekem ilyen színházi nagymesterem, vagy apukám, vagy nem tudom én, ő mondta, hogy van a álprobléma szekrény, ahonnan a színész néha egy kihúz egy fiúkat, és előkap egy álproblémát. Ez például akkor szokott lenni, amikor nem tudja valaki a szöveget, és akkor az álprobléma következő, hogy szorít a jelmez. Tehát, és akkor elkezd tisztízni a színész, vagy a színésznő, hogy jaj, ez a jelmez nem jó, miközben csak nem tudja a szöveget. És ezeket már én azért átlátok. Azért te már ebbe benne voltál, és a másik oldalon is ott álltál, igen. Mert is pontosan mondjuk én nem tudod. Szoktam ezt az álszekrényt használni, álprobléma szekrényt általában, egyszer-kétszer fordult elő. És akkor te ilyen nagyon-nagyon pedás vagy, és ilyen nagyon maximalista vagy? Te, azért neked ez nem fér bele. Én úgy látom, és az eddigi beszélgetésünkből ezt szűrtem el, hogy... én nagyon szeretem ezeket a játszmákat, ez annyira cuki, amikor... mert nem buktatom le a színész természetesen, hanem inkább alá megyek, hogy jó, akkor szólok az öltöztetőnek, hogy jöjjön és nézzék meg a ruhádat, miközben magamban rögök rajta, hogy basszus, én már tegnap se tudtad ezt a mondatot. Tehát, hogy... Mert ha elkezdesz vitatkozni, az sokkal rosszabbat szül, mint hogyha egy kicsit alámész a színésznek, és akkor úgy érzi, hogy ő fontos, foglalkozva van vele, és akkor rájön, hogy ezt én meg kéne tanulni, mert ez most már ciki. Mert holnap is pont ennél a résznél fog szorítani a ruha. Igen. Na de itt arra szerettem volna kitérni, hogy te ezt magadnak nem engeded viszont meg, hogy te esetleg úgy menj el egy próbára, hogy te ott nem tudod maximálisan. Nem szoktam. Én mivel... félek a szöveg nem tudástól, ugyanis ha véletlenül elfelejtem a szöveget, nem szokott nagyon előfordulni, de volt már rá példa, akkor én meg is süketülök abba a pillanatban. Tehát felőlem mellettem is állhatna a súgó, és ordíthatná a fülembe, nem hallanám meg. Mert annyira bepánikolok attól, hogy elrontottam. Tényleg? Aha. És akkor az ott viszi is az előadást? Igen. Volt már ilyen. Persze már most már azért ügyesebb vagyok, és tudok oda valamit helyette mondani, de nem szeretek nagyon improvizálgatni. Illetve ha vannak olyan darabok, meg előadások, meg partnerek, akikkel jó improvizálni. Tehát a Peller Annával játszok a Mágnás Miskát, és ott azért vannak egy-egy ilyen extra mondat, vagy a Földes Eszterrel az Édes 2-3-asban című kétszemélyes darabunk, amiben azért vannak meglepetések egymás felé néha-néha. Nem is olyan régen voltam egy színházi darabban, és most teljesen cím és név nélkül, ahol egy kedves ismerősünk játszott, és arra lettünk figyelmesek, hogy olyan jó hangulat kerekedett ott a színpadon. Igaz, egy vígjáték volt, de mégis olyan más volt a hangulat, és láttuk, hogy ők már tényleg szívből nevetnek, hogy potyogott a könnyük, és így elgondolkodtunk, hogy ennyire jól játszanak, hogy tudnak ennyire szívből nevetni, hiszen most ők színészkednek, és utólag kiderült, hogy teljesen elfelejtették a szöveget, teljesen mást mondtak, és ezen annyira jót nevettek, és olyan jól szórakoztak közben, és ebből a nézőknek semmi az ég egy adta világon nem tűnt föl. Volt már neked ilyen persze, helyzeted? Persze, sok ilyen volt. Hát ez mindig egy nagy könnyebbség, hogy a néző először látja. Meg a legtöbb néző csak egyszer néz meg valamit. Igen. Tehát, hogy ott nem buksz le annyira, mint a nem tudom én, a kollégáid előtt, akik már sokszor látták. És akkor gondolom, te is úgy emlékszel rá vissza, vagy esetleg évek múltán előhúzzátok a kollégák, hogy emlékszel, amikor ez volt. Igen, hát sok ilyen sztori van, persze. Ugye azért tele van ez a szakma olyan sok szépséggel is a nehézségem mellett, mert ugye erről már beszéltünk. Abszolút. Hát tulajdonképpen ugye azt szoktam mondani, hogy ki az a normálatlan ember, aki elmegy színházba dolgozni, miután hétfőtől vasárnapig kell, reggeltől estig, nincs ünnepnap, amikor más pihen, akkor te szórakoztatod őt. Tehát ugye ez csak olyan megszállott csinálja, akinek ez a hivatása. És ha ez a hivatásod, akkor tényleg csomó gyönyörű dolog van ezen a pályán, a sok nehézség, meg sírás, meg fájdalom mellett, mert azért sok lemondással jár, a családról való lemondás, hogy ott legyél ünnepnapokon, hogy együtt menjél velük nyaralni, hogy nem tudom, szóval sok lemondással jár, meg persze sok sírással, mert az ember, amikor elér valamit a pályán, akkor azt hiszi, hogy akkor ez most már mindig van, és mindig jár, és akkor
jön valaki, aki nem biztos, hogy tehetségesebb, hanem csak ügyesebb, vagy közelebb áll a vezetőséghez, vagy nem tudom én, és akkor egyből parkolópályára vagy téve, és azt nehéz ezeket megemészteni. Ha visszamehetnél az időbe, mit mondanál a kis Karcsikának? Menjen villamos vezetőnek, vagy válassza a színészmesterséget? Ezen azért nem szoktam gondolkodni, mert az egyik legalapvetőbb mondat, amit kiűzök az életemből, a mi lenne ha, meg a mi lett volna ha, szóval ezektől óckodom. Én semmit nem csinálnék másképp. Tehát az összes rossz döntésemet is vállalom újra és újra, mert akkor azt valamiért akkor ott igaznak éreztem, azért csináltam. Tudod, ki nem változtatna meg semmit az életébe? Tudod, ki az, aki nem akar visszamenni az életébe, hogy esetleg másképp csináljon? Aki elégedett, és megélte azt, amit szeretett én elégedett vagyok az életemmel, hát tényleg, meg elfogadom, ami van. Meg abból az adott helyzetből mindig megpróbálom a legjobbat, meg a legviccesebbet kihozni. Ezt egyébként anyukámtól örököltem, képzeld el, hogy ez egy ilyen alap példa nálunk. 2001. január 6-án leégett a házunk, én majdnem bennéktem, végül kimenekültem, jöttek a szomszédok, hoztak ruhát, mindenféle ételt, italt, és az egyik szomszédunk hozott pogácsát, és akkor anyukám mondta neki, hogy most hozott, hát hoztad volna egy órával előbb, akkor lett volna hamubosult pogácsány. És érted, mindezt úgy, hogy az életünk legmélyebb pontján voltunk, hogy nem tudtuk, hogy hol fogunk lakni, hogy fogunk megélni, meg nem tudom én. Szóval ez anyutól ezt én örököltem, azt hiszem. Nyilván vannak persze sírások, meg fájdalmak, meg nem tudom én, de most már próbálom, mert tényleg így van az életben, hogyha valami rossz történik, akkor utána jön valami jó. Persze azt abban a pillanatban, amikor a rossz történik, nagyon nehéz erre gondolni, de mert tudatosan próbálom magamat erre trenírozni, hogy most ez azért történik, mert ebből lesz valami jó. Csak győzd kivárni, vagy tudjad kivárni. Hát nagyon szépen köszönöm neked. Köszönöm. Ezt az őszinte beszélgetést, és kívánom neked, hogy a további éveidben, a karriered során, mind a magánéletedben ugyanezzel a pozitivitással tud megélni. Köszönöm a jövődet, szépen. És köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ennyi mindent megtudhattunk rólad, tőled. Köszönöm én is. Mi lesz az utolsó dal, amit használunk? Az utolsó dal, ha már beszéltünk ugye az egyik blogban Sandy Silvi-ről, mint a legrégebbi barátomról, meg legrégebbi partneremről, egy kis Csárdás királynő húzza csak ki világos viradatig. Na hát azt hiszem, hogy ez tökéletes befejező dal lesz. Tőlem pedig a Nem sírok már című dalt fogjátok hallani, ami szintén egy jó kis pörgős, mulatós dal. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Legközelebb egy hét múlva újra találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor. A viszonthallásra. Mi a legény a csárdában? Magam vagyok, akire én rákiáltok, az sem mondja, muk. Bár a nőknek bedülök, a hűségre fütyülök. Aki megcsal, azt én el nem átkozom. Érte megyek, s össze-vissza, csókolom, jaj, jaj, jaj. Húzza csak ki világos virradatig, húzd, míg a szívemben is hajnalodik, míg el nem felejtem a csalfa babám, húzzad, húzzad az én notám. Húzza csak ki világos virradatig, húzd, míg a szívemben is hajnalodik, míg el nem felejtem a csalfa babám, húzzad, húzzad az én notám. Ácsi! Muzsikáljál szomorúan, úgy, ahogyan rég. Muzsikáljál olyan búsan, ahogy senki még. A szerelem mégis bűn, ez dalolna hegedű. Gyere ide, még nem olyan csárdás.
amit rá fatuskó és táncra kell. Jaj, 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 húzza csak ki világos virradati, húzd még a szívemben is hajnalodi, még el nem felejtem a csarkapapám, húzzad, húzzad az étótán. Húzza csak ki világos virradati, húzd még a szívemben is hajnalodi, még el nem felejtem a csalfa babán, húzzad, húzzad az indultán. Húzzad csak ki világos virradati, húzd még a szívemben is hajnalodi, még el nem felejtem a csalfa babán, húzzad, húzzad az indultán. Mi lesz vélem?